Összedőlt épületek, rémült, sikoltozó emberek és hatalmas porfelhő mindenhol. Néhány napja tavaly december 29-én készültek ezek a felvételek. A horvátországi Zágrábtól mindössze 56 kilométerre található Petrinja települést két nap alatt két földrengés sújtotta. A második erősebb 6,3-es erősségű emberéletet is követelt, rengetegen megsérültek, és a 15 ezer fős város szinte teljesen megsemmisült. Maguktól mozogtak a díszek a karácsonyfán Bonyhádon. A rengést Magyarországon is érezni lehetett. Nézőinktől rengeteg videót kaptunk, amiket a földrengés idejekor készítettek. Tolna megye egyetlen horvát nemzetiségi önkormányzata, a dombovári azonnal segítséget ajánlott a katasztrófa sújtotta vidék lakosainak. A megyei önkormányzattal közösen egy alszámlát nyitnak, ahova pénzbeli felajánlásokat várnak, hogy így segítsék a Petrinjában élőket a földrengés után. Azt szeretnénk, hogy ez a megye által és általunk is szorgalmazott gyűjtés eredményeképpen majd megvalósuló támogatás ne egy nagy kalapba essen, hanem Horvátország a konzulátus segítségével adja lehetőséget a megyei önkormányzatnak, illetve nekünk arra, hogy mondjuk például Petrinja településén egy adott objektum, egy adott intézmény újjáépítésében használják föl azt az összeget, amit itt meg tudunk majd közösen szervezni és gyűjteni. A Tolna megyei önkormányzata megye valamennyi, mind a 109 települését felkéri, hogy kiki a maga lehetőségeihez mérten, de támogassák a földrengés sújtotta vidék lakóit. Ehhez a megyei önkormányzat egy adományszámlát hoz létre, hogy koordinálják a jótékonysági akciót. Szeretnénk arra kérni a településeket, településvezetőket, hogy generálják ezt a folyamatot, szervezzük, hiszen nagyon sok magánszemély adakozott már, és mi szeretnénk csatlakozni ehhez a folyamathoz, úgy, mint megyei önkormányzat és a bent lévő összes település. Ezen dolgozunk, és megpróbálunk segíteni a rászorulóknak. A Tolna megyei önkormányzat adományszámlája néhány napon belül már elérhető lesz. Annak pontos címéről televíziónk is beszámol majd. A kezdeményezők egyébként nem csak önkormányzatok segítségében bíznak, hanem cégek és magánszemélyek felajánlásait is várják, hogy így segítsenek a földrengés miatt nélkülözni kénytelen több ezer horvát embernek.